Mindenkit el akarunk számoltatni, jobb és baloldalon egyaránt. A Magyar Pétert is elszámoltatnak? Én úgy gondolom, hogy az lenne a leghelyesebb, hogyha ő maga számolná el és vállalná fel, hogy akkor legyen ő az első a sorban. Talán a telefon nem kellett volna a Dunába végeznie, de azt gondolom, hogy megvédte magát, én ennek örülök. A mi álláspontunk szerint a nemzeti jelképek azok a nemzet egészét jelképezik. Nyilván fontos az, hogy valaki ezt... Akkor nem szabadna kisátítania. Én a magam részéről ezt nem támogatom. Biztos van vélemény, hogyha eljött erre a demonstrációra. Elkezdődött a parlament és elkezdődött Magyar Péternek is a politikai szezon, hiszen tüntetés szervezett ide a Kuningunda útjára az MTVA épülete elé. A tüntetésen résztvevőket kérdeztük a túlárazott diákhiteles szerződésekről, illetve arról is, hogy miért nem szeretnék kezdeményezni Magyar Péter saját maga mentelmi jogának felfüggesztését. Mit gondol a túlárazott diákhiteles szerződésekről? Ugye a Hatházi Ákos a napokban kikutatta, hogy volt jó pár olyan szerződés, amit Magyar Péter túláraztak. Ön erről mit gondol? Nem hallottam erről, azt tudom, hogy Hatházi Ákos ma idejön. Nem tudok erről nyilatkozni, mert nem ismerem a témát. Én azt mondom, hogy mi ugye a radikális elszámoltatás és tisztesség hívé vagyunk, mindenkit el akarunk számoltatni jobb és baloldalon egyaránt. A Magyar Pétert is elszámoltatnak? Én úgy gondolom, hogy az lenne a leghelyesebb, hogyha ő maga számolná el és vállalná fel, hogy akkor legyen ő az első a sorban. Ha így volt, akkor nyilván ki fogják vizsgálni. A törvények mindenkire vonatkoznak, legyen az jobbról, legyen az balról. A Magyar Péterre is vonatkoznak a törvények? Mindenkire, ideológiától függetlenül vonatkoznak. Mit gondol arról, hogy Hatházi Ákos az elmúlt napokban felkutatta azt, hogy voltak hát jó pár túlározott szerződések a Diákhitelközpontnál? Az a dolga, hogy mindenütt nézze meg mindenütt. Nem volt hatékony az elmúlt években. Ugye ez akkor volt, amikor Magyar Péter vitte a Diákhitelközpontot? Ez a kettőjük vitájához kapcsolódik szerintem. Mindegy, hogy mit csinálnak meg, mit mondanak Magyar Péterről. Ha azt mondják, hogy ilyen vagy olyan, vagy olyan volt, lehet, hogy volt benne valami. Nem tudom. De azt, amit állítanak, meg mondanak, az mind hazugság. Ez a Fidesz itt találják ki. Mit gondol, hogy Magyar Péter a mentelmi jogát nem függeszti fel, hanem kéri, hogy felfüggesszék? Itt volt egy ügy, ami az volt, ugye, hogy Ötkertben megütött egy férfit, illetve a telefonját bedobta a Dunába. Erre mit gondol? Hát én azt gondolom, hogy nem voltam ott, sőt egyikünk sem volt ott, nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Én nem gondolnám túl ezt a dolgot. Ha Péter önvédelemből cselekedett, vagy olyan felvételeket készítettek róla illegálisan, tehát az engedélye nélkül, talán a telefon nem kellett volna a Dunába végeznie, de azt gondolom, hogy megvédte magát, én ennek örülök. De hát kampányban mégis ezt mondta, hogy hülyeség a mentelmi jog, és nincs értelme. Hát nyilván nem gondolt arra, hogy őt is majd mindenféle provokációnak fogják kitenni. Hát arról, hogy nyilván azt arra gondolta, hogy ha hatalomra jut és onnantól nem lesz érvényes. Ja, akkor most még érvényes, amikor ellene folyna vizsgálat. Nyilván valami ilyesmit jelenthet. Igen, ezt természetesen meg fogják kérni, és a bürokrácia egyszer majd felfüggeszti. Azt hiszem, ez most nem fontos. Ugye itt arról a ügyről van szó, amikor az Ötkertben elvette egy férfi telefonját és bedobta a Dunába. És ugye az, hogy el tudjon kezdődni a nyomozásához, a mentelmi jogát fel kéne, kérnie kéne, hogy felfüggesszék. Nyilván ezt a törvényesen intézik, meg kell várni, míg felfüggesztik. A tüntetésen felbukkant Fekete Győr András, a Momentum országgyűlési képviselője, őt is meginterjúvoltuk. Tiszteltem, képviselő úr! Éppen telefonálok, jó napot kívánok, sziasztok! Megvárjuk. Momentum, Magyar Péter crossover lesz? A Momentum 2018-ban hozott ide több ezer embert tüntetni a propagandához, és nagyon örülök annak, hogy Magyar Péter is. Úgyhogy itt a helyünk, mert szabad országba szabad sajtó kell, szabad sajtóhoz pedig szabad közmédia. És mit gondol arról, hogy a Tiszapártnak köszönhetően gyakorlatilag a Momentum nem került be az EP-be? A Momentum 3,7%-ot ért el, ami egy rossz eredmény ahhoz képest, hogy volt ugye két mandátuma is. Úgyhogy... A Tiszapárt felbukkanásával állt elő az a helyzet, hogy a Momentum nem tud bejutatni parlamenti képviselőt az EU-ba. Így van, de van, ez így dolgozni kell azért, hogy egy szabad elvű európai alternatívás legyen Magyarországon, ezért dolgozunk. Soha ugye érdekes, fel. Hogy itt van Magyar Péter tüntetésén, persze. Ezek után, és mégsem mondjuk azon dolgozik, hogy mondjuk a Momentumnak legyen tüntetés, hogy a Momentum mozgalom fejlődjön. Én azon dolgozom, hogy Magyarország az egy szabad ország legyen szabad közmédiával. A tüntetőket még arról is kérdeztük, hogy mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter az 56-os lyukas zászlót választotta a jelképének. És mit gondol arról, hogy a lyukas zászló lett az új jelképe Magyar Péteréknek? Már a Fidesznek a kisajátítási kísérleteit sem szerettük, és én ezzel sem értek így egyet, de ez legyen a Tisza pártnak a saját belső ügye. Örülök neki. Örül neki?
Akkor nem tudom. Nem tudom. Mit gondol arról, hogy Magyar Péteréknek az új jelképe a lyukaszászló le? Ehhez nem értek. Hogyha, mihez nem ért? Hogy ehhez, hogy mi a jelkép, vagy hogy mi a lyukaszászló. Erről nincs véleményem, nincs gondolatom. Én ilyen fajta ember vagyok, hogy nem tudok kommentálni. A mi álláspontunk szerint a nemzeti jelképek azok a nemzet egészét jelképezik. Nyilván fontos az, hogy valaki ezt... Akkor nem szabadna kisátítania. Én a magam részről ezt nem támogatom. Szerintem maradjon meg nemzeti jelképnek, és úgy ne csinálja azt, amit 20 évvel ezelőtt valaki más csinált, hogy kisajátította a kokárdát például. Ez maradjon meg nemzeti jelképnek. A többi az jó, persze. Hogy nem Lukas zászlóval érkezett? Hát azt mondta Magyar Péter, hogy az új jelképük a Lukas zászló. Még... én avval jöttem, amivel ide föl van írva. Nézze csak. Körös Tisza sziget békés. Én vagyok 56-os, csak születésű. És akkor ön mit gondol, hogy Tisza párt az 56-os lyukasz zászlót kisajátította pártjelképé? Nem sajátította ki. Hol lát itt maga a lyukasz zászlót? Hát itt konkrétan árulnak is lyukasz zászlókat, és jó, rengeteg, hát rengeteg aktivistánál is láttam lyukasz zászlókat. Nem Tisza párti, vagy nem talpra maradó szövetségi tag, aki árulja a zászlót. És akinél most van, ott is van, látja, ott is van lyukasz zászló. Hát nézze, azt meg kellene tőle kérdezni, nálam ilyen zászló van, én erre tudok válaszolni, hogy ez miért van itt nálam. Akkor ezt nem tartja jónak, hogy így kisátítják? Én nem, nincs véleményem erről. Az 56 az régen volt. Volt pár olyan 56-os hős, akik azt mondták, hogy egyébként nem szabadna a lyukasz zászlót pártpolitikai célra felhasználni. Szerintem szabad felhasználni. Kiüresedett ez a jelkép, valakinek vinni kell.